Nagyon szép reggelt kívánok mindnyájuknak. Egy újabb csodás csütörtök reggel, és egy újabb lehetőség arra, hogy valaki ne üres, hanem teli zsebbel távozzon a stúdióból. Mai nyeremény alapunk ugyanis 1.175.000 forint. Ez az összeg jár a legnagyobb nyerőszámot kipörgetőnek, de ezt az összeget meg is duplázhatják játékosaink. Igaz, el is felezhetik, de erről szót se többet, reméljük, hogy Fortuna ma kegyes lesz hozzánk. A lényeg, egy nettó nyereményről beszélünk, tehát ezt az összeget már költheti is majd a nyertes. Na, de hogy ki lesz a nyertes? Ez minden csütörtök reggel a nagy kérdés. Most is van három pályázónk, akik múlt héten kerültek kisorsolásra itt a játékban. Köszöntöm már is András, Tildát és Lindát. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nos, hát ugye tudják, hogy fontos tippelniük egy csillagjegyre, hiszen ezzel megduplázhatják ezt a nagyon szép 1.175.000 forintot. András, milyen csillagjegyben bízik? Én az oroszlánba. Az oroszlánban. Rendben, Tilda. Én a szűzben. A szűzet választotta, Linda pedig? Oroszlán. Szintén az oroszlánok. Na hát, az oroszlánok összecsapása. Andrássy, az első lehetőség, parancsolja, már is pöröghet a kerék. Saját csillagjegy egyébként az oroszlán? Nem. Nem, valaki a családban? Igen, páromé. Vállalkozó szellemű, azt mondják. Igaz? Igaz. Na. Igen. Meglátjuk, hogy szerencsére vezet-e. Három fordulatot megtette a kerét, tehát a szabályoknak megfeleltünk. A szűz és a 79-es. Igaz, a csillagjegy nem stimmel, de a 79-es egy nagyon jó kezdés. Tilda, öné a következő lehetőség, parancsolja. Itt is meg kell már kérdeznem, a szűz saját csillagjegye? Nem. Ez sem saját? Nem saját. Családban valaki? Páromé. A párjáé. Állítólag zárkózott egy picit a szűz. Igaz? Egy picit, igen. Egy picit. Mondjuk szerintem ezek a kis meghatározások mind olyanok, hogy szinte bárkire jók. Na nézzük, inkább fontos a rák és a 29-es. Eddig tehát András vezet, most dől el a játék Lindáé, az utolsó lehetőség, parancsoljon. Félve kérdezem, saját csillagjegyet? Nem. Nem, ezzel se sikerült valaki a családban? Igen, nagybátyám. Nagybátyja. Tudja, mi az érdekes? Az oroszlán ugye egy olyan karakán kiállású valaki, legalábbis ezt gondolnak, nagyon befolyásolható állítólag. Ez nem stimmel. Ez nem igaz. Végre valami, ami nem igaz. Na, de nézzük! A 73-as és a bak. Hát egy oroszlán nyert, de nem az, amit Linda dédelgetett, hanem az, amit András. Gratulálok, hiszen ön nyerte a mai játékot. 1.175.000 forint, remélem boldog tulajdonosa mostantól. Tudja már, hogy mire fogja költeni? Utazásra valószínű. Hova? Nem tudom, azt még majd... Hát meg kell beszélni. Ebből még a tengeren túl is kikerül. Bármi. Szuper. Gratulálok hozzá. Másik két játékosunk, a két hölgy sem távozhat üres kézzel, 50.000 forintot önök is nyertek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi is köszönjük szépen. Nos, hát kedves nézőink, már-már megszokottá válhat nálunk, hogy nem csak egyszer sorsolunk, hanem kétszer, hiszen most fogjuk kideríteni, hogy kik lesznek a jövő heti stúdiójátékosaink. Segítségemre pedig most is sorsolási bizottságunk elnöke van, Horváth Ágnes. Szia Ági, jó reggelt. Szia Miki, jó reggelt kívánok. Hát akkor kezdjünk is bele. Újból öt név fog előkerülni a sorsoló gömbből, mindenki kerüljön bele jól, megkeverem. És akkor jöjjön az első stúdiójátékosunk, aki, ha minden igaz, Bere Zsolt székesfehérvári játékosunk. Biztos néz bennünket, mert gyöngybetűkkel írt, csak így tovább. Szuper, ezt szeretem. A játékosaink mindig a pénz miatt izgulnak, én még mindig a nevek miatt. Ottenreiter Ferenc, budapesti játékosunk a következő, igaz? A pályázati lap érvényes, ezt Ági bólintásából következtettem ki, és hogy jön harmadik stúdiójátékosunk, aki nem más, mint Konyha Erika, teremi játékosunk. Gratulálunk mindhármuknak. Na, de van még két név itt a sorsoló gömbben, akik mondhatom szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen két tartalék játékosunk is van. Természetesen nekik is jár majd az 50.000 forint, hogyha eljönnek. Közülük az első, Szendrei Melinda, nagykanizsai játékosunk. És jöjjön még egy név, az utolsó a mai reggelen. Ő pedig nem más, mint Combos Szabina, szegedi játékosunk. Őkötem pedig már is láthatók a képernyőn, mármint pontos nevük. Természetesen, ahogy mondtam, 50.000 forintot kap mind az öt játékos, hogyha eljönnek hozzánk jövő héten. De akár önök is itt lehetnek velünk a stúdióban az elkövetkezőkben. Ehhez ugyebár, ugye tudják, nem kell más tenniük, mint Astro Plus TV sorsjegyet vásárolni a lottózóban, lekaparni a játékmezőket, és hogyha megvan az a három TV szimbólum, akkor mindenképpen gyöngybetűkkel, és pontosan legyenek kedvesek kitölteni ezt a pályázati lapot és elküldeni.
Jövő héten több mint 1,5 millió forint kerül majd játékba. Ezzel és nagyon nagy szeretettel várom Önöket. További szép napot, minden jót, viszontlátásra!